Érkezik Pixi és Mixi gróf, azaz Nagy Balázs és Járai Máté a Győri Nemzeti Színház folyosóján. Különleges találkozóra jönnek a színészek, melynek apropója a színház korábban meghirdetett játéka volt. Ennek győztesét várták a színművészek szombat este az igazgatói páholyba. Megmondom őszintén, hogy én nemrég hallottam, hogy volt egy ilyen játék, és azt kell, hogy mondjam, hogy kár, hogy olyan nincs, hogy a múltból ki milyen színházjegyeket tud felmutatni, mert nekem is elképesztő arzenálom van. Egy gyerekkoromban nagyon gyűjtöttem a színházjegyeket, nekem bérlettem ugyan nem volt, de én is rengeteget jártam színházba, úgyhogy én abszolút pártolom ezt a fajta dolgot, én is nagyon szeretem ezeket az emlékeket elrakni. Úgyhogy hát nagyon gratulálok innen is, és én mondtam is az úrnak, hogy őrizze meg ezt a jó szokását, és reméljük, hogy itt leszünk akkor is, amikor már 30 bérlete lesz, meg 40, meg 50, és abban bízom, hogy akkor is mi fogjuk őt köszönteni, és nem fognak minket lecserélni erről a címről. A színház leghűségesebb rajongóját kereste, azt, aki a legtöbb teátrumba szóló bérletet tudja felmutatni. Az örökös néző Karhusz Péter lett, aki 16 bérlettel rendelkezik az elmúlt évekből. A színház nyílt napján volt ez a játék, hogy aki a legtöbb színház bérletet be tudta hozni a színházba, az egy olyan megtiszteltetésben részesül, hogy egy szabadon választott előadást tekintett meg az igazgatói páholyban. És hát úgy néz ki, hogy én tudtam a legtöbb bérletet behozni azon a bizonyos nyílt napon. Bakonyi Károly, Szirmai Albert és Gábor Andor Mágnás Miskája Győrben is nagy sikert aratott. A két bohókás gróf szerepében pedig nagyon jól érzik magukat a színészek. Azt gondolom, nagyon jó volt a fogadtatás. Nagyon ritkán van az, hogy ennyire sűrűn játszunk le egy darabot, tehát általában azért egy évre le van bontva egy-egy darab, hogy egy évadon keresztül játsszuk. Most pedig tulajdonképpen 3 hét alatt lejátszottuk ezt a közel 20 előadást, ami nagyon nagy, de azt érezzük, hogy nagyon szeretik az emberek. Mi nagyon szeretünk, mi nagyon fickándozunk ebben a szerepben a Mátéval, és nagyon szeretjük, és a közönség pedig nagyon jól veszi ezt az előadást. A színészek a jó kívánságok után már mentek is, hiszen perceken belül kezdődött a Cintányéros Cudarvilág, a Csiribiri Kékdolmány és a Hopsza Sári, azaz a két felvonásos operett, a Mágnás Miska szombat esti előadása.